Sziasztok! Üdv ismét itt nálam az Alma Papin. A mai videóban szeretném nektek bemutatni az április-májusban beszerzett beauty termékeimet, amik azóta a kedvenceimé váltak, és hogyha érdekel benneteket, akkor tartsatok velem. Nos, nem szoktam gyakran újítani és újdonságokat vásárolni szépségápolás terén, de azért az utóbbi időben vettem egy-két újdonságot, és mármint ami nekem újdonság, és ezeket kipróbáltam, vagy már egy ideje, pár hete használom őket, úgyhogy mindenképpen szeretném elmondani az ezzel kapcsolatos tapasztalataimat, és nyilván ebben a videóban elsősorban most azokat fogom bemutatni, amelyekről úgy érzem, hogy beváltak, vagy hosszú távon beválhatnak. Nos, kezdjük akkor a hajápolási termékekkel. El sem hiszem, hogy ezen a területen is van kedvencem, vagy mégiscsak van kedvencem, ugye a korábbi videókból kicsit az derült ki, mintha totálisan elégedetlen lennék mindenfajta termékkel, samponnal, kondicionálóval, bármivel. De, és akkor itt egy pillanatra meg is állok, hogy megköszönjem nektek ez a sok-sok javaslatot, ajánlatot a különböző termékekkel kapcsolatban. Úgyhogy a hajápolásra is mondtatok egy jó csomó dolgot nekem így kommentekben, aminek nagyon örülök, és többetektől elhangzott egy bizonyos termék, amit én bátorkodtam is megvenni és kipróbálni, ez pedig a Herbal Essences-nek a samponja és kondicionálója. És megvettem ennek a sampon és a kondicionáló változatát is, ami tök jó. Tehát ezek beváltak, képzeljétek el, tehát tök jó állagú tőle a hajam, nem zsírosodik gyorsan, ez az argánolajas, tehát 90%-ban természetes eredetű, és argánolajat tartalmaz, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó a samponja is, és a kondicionálója is. Kellemes az illata, ezt el tudom viselni, nem durva, nem sok. A kondicionálójával van egy olyan problémám, hogy állati nehéz kirimánkodni ebből a flakonból, úgyhogy mindig azt csinálom, tehát így egy kézzel ki se tudom nyomni, nézzétek meg, nem jön ki. Szóval amit szoktam csinálni, az az, hogy látatlanban így fogom magam, és két kézzel rányomom a fejemre, amikor a zuhanyban vagyok, de hát tudom, hogy ez a megfelelő módszer. Valamiért kicsit sűrűre sikeredett szerintem az állaga a kondicionálójának, de ez egy technikai jellegű probléma. Valójában gondolom a hatóanyag meg, ami benne van, az ugyanúgy működik, és ugyanúgy jó. Úgyhogy erre azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon jó szerzemény volt, hála nektek, és ennyit akkor a hajápolásról. A következő az a tusfürdők. Na most ugye én testápolókban szeretem az illatanyagmentes hipoallergén testápolókat. Tusfürdőkben már azért néha van igényem arra, hogy legyen egy pici illata, kellemes, amikor az ember ott van a zuhany alatt, és akkor van vagy egy ilyen nyugtató levendula illat, vagy valamilyen citrusos frissítő illat lengi be az embert zuhanyozás közben. Tehát, hogyha nem irritál, akkor azért nekem egyfajta, hogy mondjam, tehát van igényem arra, hogy legyen valamiféle illata. De hát sokszor azért ezek az illatanyagok, ezek ugye engem még így is irritálnak, viszont felfedeztem két olyan tusfürdőt, tehát kettőt, illetve pontosabban egy tusfürdőt, és ennek különböző változatait, ami nem irritál, és nagyon-nagyon bejön, ez a Love, Beauty and Planet nevezetű, aminek nekem több változata is van illatban. Ez egyébként ilyen természetes alapanyagú, természetes összetevőkből áll, ez a tusfürdő, vegán, és hát most két illatban van, már volt még egy harmadik illatom is, csak az, ez annyira bejött, hogy már háromféle illatot kipróbáltam, csak a harmadik már el is fogyott. Tehát egyszer most van nekem ebben a white jasmine, tehát a fehér jázmin, amit egyébként nagyon szeretek, és kint van a teraszomon is, illat, ami tök fincsi. Igen. És van egy ilyen coconut ilang-ilang, ettől egy kicsit féltem, hogy nekem túl tömény lesz ilyen kókuszos tusfürdőket annyira nem csípek, de ezért visszafogott, szóval nem vészes, nem sok, nem túl édes. Úgyhogy nekem ez a tusfürdő egyelőre nagyon bevált, klassz, krémes, nem szárítja a bőrömet, tehát nem kell ugye extra mennyiségű testápolót utána feltolni magamra. Úgyhogy ez mindenképpen pozitívan tudok erről szólni. És mit mond, hogy 92% natural origin, kíváncsiak az a 8% az vajon micsoda. És akkor most menjünk a fogakra. Megmondom őszintén, hogy ahhoz, hogy egy kicsit fehérítsem a fogaimat, néha szoktam volt szódabikarbonát használni,
ami nem a legjobb megoldás sokszor, mert ugyan nagyon sokan azt mondják, hogy nem teszi tönkre a fogzománcot, sokan meg azt mondják, hogy tönkre teszi a fogzománcot. Én azt gondolom, hogy azért mindennapos használatra szódabikarbonát úgy egy per egy nyomni a fogakra, én szerintem veszélyes, vagy legalábbis én egy kicsit óckodom tőle. Viszont tény, hogy nagyon hatásos. Úgyhogy nagyon megörültem, amikor őt megtaláltam a DM-ben. Az a neve, hogy Dentomin, és ez kérlek szépen egy fogpor, ugye? Várjatok, megnézem, hogy mi ez. Pontosan, fogpor, igen. Ez egy fogpor, és gyógynövényes, fluormentes, ásványi fogpor. Na most nagyon kíváncsi tett ez a dolog, mert ugye nyilván használok normál fogkrémet is, de azt írja, hogy fog- és szájápoló termék zeolit ásványból és borsmenta levélből. A fogport lepedékek eltávolítására, dohányzástól elsárgult fogak tisztítására ajánljuk. Hát én nem dohányzom már egy jó ideje. Ettől függetlenül nem vastag sárulva azért a fogaim. Úgyhogy lecsaptam rá, és bátorkodtam kipróbálni. A dolog úgy néz ki, hogy ki kell nyitni, iszonyúan porzik egyébként, tehát le kell csavarni a tetejét, és akkor ezt egy kicsit leemeled. Látszik, hogy mennyire ilyen nagyon, hát nem is tudom, szóval ilyen nagyon porállagú ez. Tehát ugye ennyire porállaga van, és ugye ebbe a megnedvesített ilyen, látszik is az ujjamon, szóval a megnedvesített fogkefét belerakott szépen, és akkor ezzel elkezded mosni a fogaidat, mint hogyha rendesen fogkefével mosnál fogat. Felhabzik, érdekes módon egész jól felhabzik, és az hagyján, hogy felhabzik, de nagyon kellemes érzete van, ugye a mentától gondolom, és a végén, hát gyerekek, olyan, tehát tényleg, tehát látványosan fehér, nekem legalábbis látványosan fehérebb lesz tőle a fogam. Úgyhogy én ezt most azért tartom számon a kedvencém között, mert én úgy érzem, hogy ez nekem így bevált, és nem sérti a fogzománcomat, C-vitamint is tartalmaz, és ez magyar termék. A következő arcápolás. Képzeljétek el, hogy bementem a DM-be, és az egyik polcon fönt sorakoztak a Revox termékek, mindegyik le volt árazva, amúgy sem nagyon drága, sőt, egyáltalán nem gondolom, hogy az lenne, és szerintem mindenképpen megérte, nem azért mentem be a DM-be, hogy ilyet vásároljak, de ez a kettő Revox termékhez velem jött. Az egyik az argánolaj, a másik pedig a 20%-os C-vitamin szérum, és van neki több is, most mindjárt puskázok, pillanat. Nos, elnézést, közben csináltam még egy kis fényt itt magamnak, mert a nap is lement, az eső is szakad, fény az egyáltalán nincs, így legalább jobban látjátok az összes terméket, ami az arcomon van. Remélhetőleg, szóval hol tartottam? Tehát a Revoxnál tartottam, úgyhogy arra gondoltam, hogy kipróbálok ebből kettőt, mégpedig azt a kettőt, ami nem nagyon volt nekem itthon, és amit mindig is ki akartam próbálni. Azt tudom, hogy ez egy terméksor, és hogy a reggel és az esti rutin részeként kell ezeket használni megfelelő módon. De én szerintem ez a két termék például, egyébként az összes többi különállóan is totálisan jól használható, különösen, hogyha nektek a rutinban a egyéb más lépések és termékek, azok mondjuk más márkától vannak, szerintem az se nagy katasztrófa. Úgyhogy szerencsére mindegyikben van leírás, szóval most igazából le akartam ellenőrizni, mert nekem a The Ordinary-től vannak termékeim egyébként, hogy ez a Revox, ez hogy működik, milyen minőségű, milyenek a leírások hozzá, milyenek az instrukciók hozzá mellé, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon részletes. Tehát tök jó. Ugye itt azt írja, hogy 12 arcérum kézzel válogatott népszerű bőrápolási alkotóelemekből áll, és mindenki könnyedén megtalálja bőrszükségletének és bőrtípusának megfelelő változatot. A termékek egy egyszerű elvet követve hatóanyagok a lehető legmagasabb koncentrációban, a lehető legjobb eredmények elérése érdekében, és minden felesleges összetevőt kihagyva lettek kifejlesztve, mondja róla az oldal, a Love Brands oldal, most éppen erre kattintottam. Minden termék parabén, parafin, illatanyagmentes, szóval ilyen mentes, ami tök jó, és amit én nagyon-nagyon szeretek.
bőrfiatalító, ránckisimító hatása van a Q10 koenzimnek is, és megvehettem volna egyébként a Revox-nak a Q10-es verzióját, és lehet, hogy egyébként azt is meg fogom egyszer venni, de most mást akartam kipróbálni, mégpedig, ugye miután a Müllerben voltam, és a Müllernek van egy ilyen saját márkás sorozata, őtőle megvettem a Q10 szérumot, és Cadea Vera Vital. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy kipróbáltam már egyébként ezt, és tényleg kifejezetten ez se volt drága, de kíváncsi voltam kifejezetten, hogy ez a CV, tehát magát egyébként azért nem ezt vettem meg, vagy nem valamilyen Geek & Gorgeous, vagy valamilyen más nagyszerű Q10-et vettem, szérumot vettem, mert most kifejezetten ki akartam ezt a CV Müller saját márkát próbálni, és gondoltam, akkor kezdjük egy Q10-el, ha miért is ne, és így néz ki, egy kicsit csúnya, de hát ennek ugye mondom, így kell kinéznie, csúnya, hát olyan, szóval nem tudom, és hát ilyen az állaga neki, úgyhogy kipróbáltam már, és nem gyulladt be tőle a bőre. Szóval, hogy jó, tehát, hogy na, még hosszú távú, nyilván hosszú távú eredményekről nem tudok beszámolni, mert ezt nem olyan régen vettem, és csak párszor használtam, nyilván akkor tudok majd hosszabb távú eredményről beszámolni, amikor azért látszik is valami az arcomon, vagy látszik valamilyen hatása. Most egyelőre csak azt tudom mondani, hogy nagyon kellemes érzés a bőrömön, nem ragad, klassz, nem gyullad be utána, nem irritált a bőröm utána, úgyhogy hát várom, hogy lesz is valami eredménye. És akkor most nézzük a sminktermékeket. Kezdjük azokkal a MAC termékekkel, amiket most az elmúlt két hónap során szereztem be, és egyelőre maradéktalanul elégedett vagyok velük. Az első és legfontosabb, ez a MAC Studio Waterweight SPF 30 Foundation. Ugye ez a 30 fényvédő faktoros Waterweight, Lightweight, hát igazából az az alapozó, ami most is ugye látjátok, hogy rajtam van, kicsit azért egy ilyen fényesebb, tehát semmiképp sem matt hatású alapozó. Közepes fedése van, nyilván lehet építeni, tehát hogyha többet teszel fel, akkor többet takar, nem takar tökéletesen 100%-ban, ez látszik ezen a folton is, de én ezzel tökre elégedett vagyok. Szerintem így a korunkbeli hölgyeknek ez a fajta fedés, és ez a fajta tulajdonképpen textúra, vagy eredmény, amit ez hoz, ez nagyon-nagyon klassz. Úgyhogy ezzel nagyon elégedett vagyok. Úgyhogy ez az egyik ilyen megtermék, amit vettem. A másik, amit vettem, és ezt már ugye korábbi videóimból is ismeritek, ez a Painterly, ez a szemhéj alap, ezt mindig fölteszem mielőtt a szemhéjamra teszem a szemhéjpúdert, és nagyon klasszul megtapad rajta minden, nagyon sokáig bírja, és egy ilyen teljesen természetes, krémes állaga van, nagyon jó érzés a szemhéjamon, úgyhogy és egyáltalán nem irritál, ami nekem nyilván a szemkörnyéki dolgoknál szintén nagyon fontos. Amit még ott vettem mostanában, kerestem egy ilyen kék szemceruzát, azért, mert a barna, tehát egy kicsit ilyen sesszínű barna szememhez kontrasztként, vagy ilyen ellenpólusként én úgy gondolom, hogy nagyon klasszul menne valami kék. Nem ilyen nagyon vadkék, de ilyen kicsit ilyen melegebb kék. És akkor hát láss csodát, ugye pont a MAC-nél bukkantam rá erre az árnyalatra, ez a Mountain Air Prolongwear Eyelinerjére, amit meg is vettem, és ebben az a klassz, ebben a szemceruzában, hogy írtó puha, és gyönyörű színe van, gyönyörű, szóval nem tudom, hogy ez mennyire látszik, tehát pont az a kék, amit egyébként én kerestem, most éppen az nincsen rajtam, egy másik valami van rajtam, amit majd mindjárt megmutatok, de nagyon-nagyon-nagyon megtetszett, utánam dobtak hozzá egy ilyen hegyezőt is, mondván, hogy csak ezzel a hegyezővel lehet megfelelően kihegyezni, én hülye meg bevettem, jó, oké. Okay. Szóval lényeg az, hogy ezt is elhoztam vele, nem baj, mert sosem, hogyha az embernek van valami, van egy megszerűz a hegyezője, ugye? Úgyhogy ennyit a megtermékekről, amit mostanában szereztem be, és amikkel tökre elégedett vagyok egyelőre.
Tudjátok, hogy mennyire szeretem még a MAC termékeken kívül a Ghost is, ami ugye egy dán márka, egy ilyen cruelty free, vegán és illatanyagmentes márka, nagyon jó és nagyon megfizethető az ára is, és sajnos csak a Müller áruházláncban lehet Magyarországon kapni, legalábbis én ott láttam, és ott szoktam vásárolni, úgyhogy van tőlük már egy pár termék, amit mostanában vettem, az két dolog, az egyik egy szemceruza. Ezek a szürke szemceruzák, ezeket nagyon szeretem használni. Ugye most is egyébként ez az van rajtam, tehát ez. És ez is iszonyú erős. Hú, Jézusom, épp hogy csak hozzáérintettem, és állati puha az egész, szóval gyönyörű. Nagyon-nagyon óvatosan kell vele bánni, mert írtója jön belőle a cucc, és nagyon-nagyon-nagyon szép, szóval... Szóval ezzel is teljesen elégedett vagyok, szintén ugye, amit a szememre használok, hipoallergén, illatanyagmentes, stb. Szóval ez mindenféleképpen nekem ilyesmi kell a szemem környékére. Ugye tőlük van a Ghost-tól van nekem az a bizonyos szempilla spirál is, most már két szempilla spirál, azt majd lehet, hogy legközelebbi videóban mutatom be. Szóval, hogy ezekkel tökre elégedett vagyok, úgyhogy tőlük vettem ezt egyszer, és megláttam őt is. Ami viszont egy nagyon cuki dolog, képzeljétek el, nem mintha állandóan partizni járnék meg így az éjszakába, de ez egy olyan fény, ami világít, és az hagyján, hogy ugye ő szájfénynek írja ezt, egyébként tök klassz színe is van, viszont én ezt nem csak szájfényként használom, vagy nem csak úgy érzékelem, hanem szájápolóként is funkcionál. Tehát úgy érzem, hogy hidratálja is egyébként az ajkaimat, úgyhogy egyébként több árnyalatban is létezik. Én ezt a barackos árnyalatot hoztam el, mert egyszerűen ő az, ami nagyon megtetszett, és így nyára ez tök jó lesz. Maradjunk a rúzsoknál. Vettem egy rúst, amit most láttatok a számom. Ez a Make Up Factory-nek a rúzsa, méghozzá a Rose Berry árnyalat. Nagyon jó krémes egyébként, azt írja, hogy semi-matte and long-lasting. Hát a long-lasting az nálam ugye majd meglátjuk. Egyébként elég long-lasting, a semi-matte az pedig tök jó, mert ugye se nem kell, feltétlenül kell, hogy nekem nagyon fényes és csillogó legyen a szám, vagy nagyon ki legyen emelve a szám, mert azért annyira nem tuti. És arról nem beszélve, hogy még szoktam pluszban rátenni valamilyen szájfényt is, tehát ez a semi-matte, ez teljesen tökéletesen megfelel. És gyönyörű szép egyébként, tehát azért még ezt hagyd mutassam meg, hogy ilyen jó nehéz, tehát ez ilyen fémből van, vagy mi a szösz, és tehát így néz ki, és ilyen, úgyhogy kis szépecske. Úgyhogy ő is eljött velem, nagyon klassz árnyalat, és mint egy kicsit ilyen mágneses lenne, amikor így összetolod, de nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és nagyon kis guszta dolog. Aztán a következő egy ilyen matt bronzer, amit a NYX-től vettem. Nekem kellett egy bronzer, mert ugye az Elf-től van ez a bronzer és pirosító palettám. Ott a bronzer árnyalatot, tehát az nagyon tetszik nekem, az a barna, ami ott van. Csak az egy ilyen kifejezetten meleg barna, ami egyébként néha tök jó a bőrömnek, meg néha szeretem, amikor az van rajtam, hogy egy picit ilyen melegebb árnyalata legyen az egész arcomnak. De akartam egy olyat, ami nem annyira meleg tónusú, és ez nem tudom, hogy mennyire jön ki, mert lehet, hogy itt pont ebben a fényben ez is nagyon melegnek néz ki. Talán igen, de hát ahhoz képest, amilyen a másik, az most itt nincs itt velem, hát ahhoz képest ez egy hidegebb barna kifejezetten. Úgyhogy egy ilyen másik tónusú elég jól, igen, szóval ez is elég jó pigmentált, úgyhogy van benne egy ilyen kis tükör is. Szóval tök jó, úgyhogy most vettem egy ilyen bronzert is, ami egyébként ez van rajtam most, azt láthatjátok. Na és úgy látom, hogy az utolsó ilyen sminktermék, amit most szeretnék bemutatni nektek, ez a Max Factornak ez a pirosító gélje, vagy pirosító stiftje, és azért tetszett ez nekem meg, mert ugye pirosítónak is ezt a poralapú pirosítót szoktam használni, és ki akartam próbálni most egy ilyen stift, ilyen krémes pirosítót,
Ez így néz ki, tehát van egy ilyen kis műanyag fedő, amit ugye le lehet venni állandóra is, tehát hogyha elkezdett használni, ezt nem kell visszatenni. Én azért teszem mindig vissza, hogy ne száradjon ki, és már javában használom egyébként, és isteni, tehát olyan jó illata is van, így néz ki. Szóval szerintem ez nagyon-nagyon klassz, egy ilyen rózsaszínes színe van, és hát most láthatjátok rajtam ezt a pirosítót, szóval állati jól kenődik. Így néz ki, ugye most látom, egy picit így. Nem tudom, mennyire látszik, de azért elég intenzív színe van, és akkor utána is egy ilyen nedves a felülete, és utána így a kezetekkel egy kicsit az új beddjel az arcon, ezt így el kell oszlatni, így bele kell kicsit masszírozni a bőrbe. Szóval nagyon-nagyon jó állaga van, és ugye nem szárítja a bőrt. Tehát ennek megint ugye az a lényege, hogy egy idősebb, ráncosabb arcra, pláne itt ez a rész itt tud nagyon érzékeny és nagyon száraz is lenni. Erre néha érdemesebb ugye egy ilyen krémes alapú pirosítót feltenni. És hát ez a színes csodás, szóval ez. Ez megint csak nagyon tetszett. Na és végül, de semmiképp sem utolsó sorban, jöjjön egy illat. Hát ugye a korábbi videóimból már tudjátok, hogy én mennyire nagyon egyrészt óckodom is az illatoktól, másrészt meg mennyire szeretem is az illatokat, és nagyon körültekintően kell bánnom az illatokkal, tehát amit így magamra teszek, a testemmel érintkezik, stb. Mert egyrészt ugye allergiás is vagyok rájuk, másrészt viszont nagyon-nagyon szeretem, hogyha megfelelő illat vesz körül, és hát régebben voltak is olyan termékek, olyan parfümök, amiket nagyon szerettem, és amik nagyon beváltak, de az utóbbi időben nehézségeim vannak ezzel, és egyszerűen nagyon-nagyon nehezen találok olyat, ami igazán megfelelne. Úgyhogy nézelődök mindenféle ilyen saját márkás termékek között is, például ugye nézelődtem a Zarában, nézelődtem máshol is, és az Zarában például találtam egy illatot, a lányommal voltam ott, és a lányomnak megtetszett ott az egyik illat, pontosabban már régebben használta, és akkor azt megvettük neki, hogy legyen utánpótlás, viszont ő most viszont használt valamit éppen, ami annyira nem jött be neki, vagy nem is tudom, és én viszont megszagoltam, és ugye önmagamtól lehet, hogy nem venném meg, de ez megtetszett. És akkor megvettem a Zarának, mármint nem vettem meg, ez bocsánat, ez azért mondom, csak ilyen kitérőként mondom, mert ezt lenyúltam a lányoktól konkrétan, a Red Vanilla nevezetű illatot, és egész jó. Szóval tök jó. Tehát ilyen alternatívának rájöttem, hogy tök jó. Szóval azért ezek is tudnak valamit, ezek a bizonyos saját márkás dolgok. Nyilván ezeknek a nagy része ilyen koppintás, nyilván nem titkoltan, tehát ugye utána olvastam, és ezek itt szándékosan ugye imitálnak bizonyos parfümöket. Ez speciál nem tudom, mit imitál, de annyira nem is izgat, mert egész jó. De most nem ezt akartam amúgy bemutatni, úgyhogy, hanem azt, amit találtam. A Reserved nevezetű áruházban, sose gondoltam volna, hogy itt vannak ilyenek, és pláne nem gondoltam volna, hogy fog ízleni is, és képzeljétek el, hogy megtaláltam őt. Ráadásul ezt nem is olyan régen találtam meg, pár napja, egy hete, igen, körülbelül ez az Artisan parfüm, ami nem gondoltam, hogy a Reserve-nek, ami ugye egy lengyel áruházlánc, és Made in Poland az összes ilyen parfümje is tulajdonképpen, hogy milyen szelekció van ebből. Rengeteg van, rengeteg. És végig is szagolgattam, és ezt a gyerekek, tehát ez nagyon-nagyon emlékeztet engem valami régi parfümre, amik régen voltak. És hát nem azt mondom, hogy a kiszerelése csodás, ilyen klassz, egyszerű, semmi különös. Mennyi ez egyébként? 100 ml-es egyébként, ez jó nagy. 100 ml és 4500 forint volt. Szóval hát ez megtetszett nekem. Isteni illata van, klassz. Mindjárt mondom, hogy mi van benne, vagy milyen illatjegyek vannak benne. Mindenhez szemüvekkel már megőrülök ettől. Azt mondja, a top, a feljegy az pear, pineapple, bitter almond, ugye? Tehát van benne körte, ananász és keserű mandula. A szívjegy az orris, jázmin, narancsvirág, na igen, ilang-ilang, és az alap az white patchouli, vanília,
Sugarated almond, úristen. Igen, ez a cukrozott cucc, ez azért érződik ott a háttérben, musk. De ez nem baj, mert ettől azért nőies, meg ilyen jó kis ilyen puha illata van. Szóval, de mégsem annyira, ugye ott a tetején ott van ez a bitter almond, amitől nem egy ilyen gej dologról beszélünk. Szóval nagyon-nagyon-nagyon, nem is tudom, hogy írjam le, hogy milyen. Valamire nagyon emlékeztet engem így régről, lehet, hogy azért ilyen nosztalgia miatt, de szóval nem ez az ilyen nagyon ilyen virágos, mert mostanában állandóan ezeket a virágos dolgokat tolom, vagy tolják az orrom alá, ugye ezt már múltkor is mondtam abban a videómban, és úgy herótom lett a sok virágtól tényleg. Igaz, hogy ebben is van nyilván ugye a narancsvirág, meg az íris, amiket szintén mindig szeretek, de hogy de nem tömény, és egyébként azt írja, hogy never goes out of style. Hát akkor valami régit koppinthatott ezzel, mert a never goes out of style, ez valami ilyesmire utalhat. Mindenesetre utaljon bármire is, a Reserve-nek a saját márkás Artisan nevezetű parfümje, azaz, amit jelenleg így a magaménak tudok és használok, és most éppen boldog vagyok és elégedett, hogy akkor van illatom megint. Nos, hát ennyi lett volna akkor az április-májusi beauty kedvencek, és nyilván van még talán több is. Most ezeket szerettem volna bemutatni, ezeket tényleg mostanában vettem, ezeket a termékeket, és tényleg úgy gondolom, hogy ezek be is váltak. Úgyhogy írjátok meg ti is a véleményeteket, hát hogyha valamelyik ismerős, valamelyiket ti is használjátok, hogy nektek erről mi a véleményetek. És illetve azt is írjátok meg, hogy tetszett-e ez a videó, illetve tetszenek-e az ilyen jellegű videók. Nem mondom, és nem ígérem, hogy most június végén hasonló arzenállal itt előállok, mert azért havonta nem költök ennyit, illetve nem szoktam ennyi mindent beszerezni, de ki tudja, hogyha valami megtetszik, vagy valamit látok, ami egyébként már van egy listám azért, hogy még miket szeretnék, és ezeket így lépésről lépésre be is akarom szerezni, úgyhogy ezeket majd így megmutogatom nektek, tehát hogyha erre van igényetek, meg szeretnétek még ilyet látni tőlem, akkor ezt feltétlenül írjátok meg. És köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot erre a videóra, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha eddig még nem tettétek. Sziasztok!